Műsorunk fő támogatója az Intercars. Autósport és Formula magazin, Magyarország motorsport magazinja. Autósport és Formula magazin a Spieler TV műsorán. Műsorunkat támogatta KZ Invest, Adina Trade, Targó Trans, Hauser Magyarország, Formula Podcast, Solar Építő. A mai műsor tartalmából a Supersport világbajnok csapatánál folytatja Sevesin Péter. Özberg először, Csomós másodszor nyert a Magyar Raliban. Újabb próbatétel várt a legfiatalabb gokártosokra. A rovat támogatója az Aqua Profit. Az Autósport és Formula magazin vendége Sebestyén Péter motorversenyző, akinek sok fontos mérföldkő volt már a pályafutásában, hiszen nagyjából két évtizedre nyúlik vissza, de idén egy újabb jelentős mérföldkő következik, nagyon reméljük, hiszen a Supersport versenysorozatban dobogóra tör, jövőre pedig, hát reméljük, hogy a világbajnoki címet is ünnepelheti, majd köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a nézőket. Ugye azt mondtam, hogy nagyjából 20 éve vagy a pályán, mert hogy elég korán kezdted, és még mindig csak 27 éves vagy. Igen, ezen sokan mindig meglepődnek. 6 évesen kezdtem a motorversenyzést, egy ilyen kis picike Yamaha PV50-es motorral. Legtöbb gyerek nemzetközi szinten is ezzel kezdi. Tényleg ez egy olyan motorkerékpár, amivel biztonságosan minden kisgyerek el tud kezdeni motorozni, hogyha már van egy kis tapasztalata, akár mondjuk biciklivel, segítség nélkül. Nekem már volt azelőtt is előéletem a kis lábbal hajtatós műanyag motorral, azért száguldoztam mindenhonnan, meg a biciklizést is elég hamar elkezdtem, úgyhogy hát valamilyen szinten egyértelmű volt, hogy ebbe az irányba haladok majd. Tehát te motorversenyzőnek is készültél, ugye? Már hát azért az túlzás, édesapám ő gokart versenyzett, illetve az egész család így a benzingőzbe így valahogy benne volt, de főleg mondom inkább ilyen gokart sport révén, meg hát édesapám persze azért így hobbi szinten motorozott is, meg azért akkor még a gokartos, autós, motoros közeg így egybe tartott, és mindenki ismert mindenkit. És hát a garázsban mindig volt valami kis motor, mindig néztem, mindig fölültem, amikor hazaérkeztünk, és aztán apa egyszer elszólta magát, hogy van egy ilyen motoros iskola, és akkor én elkezdtem úgymond így rágni a fülét, végül elvitt oda, és akkor onnantól kezdve így valahogy így beszippantott ez minket, de emellett például amúgy nagyon sok mindent csináltam, tehát kipróbáltam én is a focitól kezdve, karatéztam sokáig, elég jó eredményekkel, mellette mindenféle extrém sportot csináltam, birkóztam, tehát mindent kipróbáltam, amit csak lehetett, de a motorsport volt az, ami így megmaradt. Hát nem döntöttél rosszul, hiszen most már ott tartasz, hogy ahhoz a csapathoz, az Evenbrosshoz igazoltál, amely az elmúlt két év világbajnoki címét szállította. Persze azt gyorsan tegyük hozzá, hogy Péter a tavaly ugyanebben kategóriában a világbajnoki 6. helyet szerezte meg, amihez hát ezúton is gratulálunk, de az még az Oxo Racing színeiben, ugye? Igen, tavaly ugye az Oxo Racing és a Team Tot úgymond így összeolvadt és alakult meg egy teljesen magyar csapat, magyar szerelőkkel, magyar mérnökkel. Tehát ez egy óriási dolog volt, hogy egy pici javítás, nem az összesített 6. helyezést szereztük meg, hanem volt 6. helyezésünk a világbajnokságon, folyamatos top 10-es szereplés, és ez nagyon nagyot dobott a saját karrieremen, mert hát igazából itt figyeltek fel úgy igazán rám. Előtte volt még egy ilyen hondás korszak, ahol tehát Hondát azért érdemes kiemelni, mert a kategóriában akkor az volt a leggyengébb motor, most már nincs is Honda, befejezték, és azzal is sikerült kiemelkedő eredményeket elérni, folyamatos top 10-ben ott voltam, és annak az évnek a végén, 2019 év végén jött oda például az Evenbros Racing Team csapatfőnöke az évvégi gálán, ahol őket ünnepelték, mint friss világbajnokot. És ott oda jött hozzám a csapatfőnök, hogy úgy nem is ismertem, hogy hát hogy figyelt egész évben, gratulál nekem, és hogy fogunk mi még a jövőbe együtt dolgozni. Nyilván ugye egyből izzottak utána a telefonvonalak, hívtam én is a itthoni menedzserem, hogy vegyük föl vele a kapcsolatot, kezdjük el ezt a vonalat nyomni, és hát ennyi idő kellett hozzá, hogy úgymond így a végére érjünk ennek a tárgyalásnak. Megmondom, azért kellett hozzá egy ilyen elős tavalyi év is, hogy ezt itthon is úgymond
talán ez rossz szó, de hogy bebizonyítsam, hogy megérettem a feladatra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a 20 évben tényleg minden kis apró lépés, küzdelem, amit így körülöttem az emberek megtettek, a korábbi menedzserek, a szülők, a barátnőm, tehát hogy mindenki, hogy kellett ahhoz, hogy például itthon a Humda mellém álljon, és segítsék ezt a folyamatot, és tulajdonképpen így együttműködve létrehozzuk ezt a szerződést a csapattal. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog így az életemben és a karrieremben. Igen, ugye a Humda, aki nem tudná, Magyar Autósport, Autós Motorsport Fejlesztési Szövetség, amely tehát közreműködött ennek a kontraktusnak a létrehozásában és létrejöttében. Ha már itt belekaptál egy picit ebbe a két évtizedbe, akkor azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ebben a 20 évben mik voltak számodra a hullámvölgyek, ha voltak, és mik voltak a hullámhegyek? Hullámvölgy az volt sok sajnos. Karrieremet úgy tudnám így legegyszerűbben így összefoglalni, hogy hát nagyon sokszor, igen, sokszor voltunk úgymond rossz helyen, meg rossz időben, ugye pont nagyon fiatalon, ugye ott kezdődött minden, hogy bekerültem a Red Bull Rookies-kába az első évében, korkedvezménnyel az első versenyen nem is indulhattam, ez egy fantasztikus dolog volt, tulajdonképpen itt fogalmazódott meg bennem, a családomba, körülöttem mindenkiből, hogy érdemes ezzel foglalkozni. És valóban így is volt, mert a Red Bull Rookies Cup után ugye sikerült pole pozíciót szereznem, volt hatodik helyezésem, tehát hogy jó eredményeket szereztem nagyon fiatalon. Átkerültem a spanyol bajnokságba, ahol szintén nagyon jó eredményeket tudtam felmutatni, dobogóért harcoltam olyan versenyzőkkel, akik most jelenleg a MotoGP-ben vannak. Csak hát itt jön a fordulat az egészben, hogy a spanyol bajnokságból átkerültem a 125 köbcentis világbajnokságra, a MotoGP-be, de nem sikerült olyan csapathoz kerülni, olyan hátteret biztosítani, ami megfelelő lett volna. Tehát nem is tudtam teljes szezont versenyezni. Ugye ez pont így a gazdasági válság után közben volt, nagyon nehéz volt ezeket úgymond így menedzselni. Úgyhogy sajnos az elég rövidre sikerült, és úgy gondolom, hogy nem a teljesítményem miatt, mert szakemberek, akikkel dolgoztam, ők mind meg voltak elégedve. Találkoztál ilyen kritikákkal, mondjuk az önmagad irányába? Volt, hogy téged leírtak? Persze. Akkor onnan is ered ez a dolog, hogy nem nagyon szoktam, nem tartod fairnek. Nem, egyébként tehát, nem is az. Nem nagyon szoktam én másoknak a véleményével foglalkozni. Már csak azért sem, mert a legnagyobb kritikus, tehát én saját magamnak vagyok a legnagyobb kritikusa, tehát hogy én szeretnék mindig megfelelni magamnak, és én úgy gondolom, hogy azért reálisan, néha túl reálisan is nézem a dolgokat, és tényleg nálam nagyobb kritikus nincs magammal szemben. De persze vannak mindig kritikák, hogyha olyan jellegű a kritika, ami építő, és be tudom építeni a pályafutásomban, akkor azokat megfogadom, de ez nem is így az én saját tapasztalatomból jött ez, hanem tényleg egyszerűen látom azt, hogy milyen versenyzők vannak ott, és néha milyen gyenge lehetőségeik vannak ahhoz képest, hogy mennyire jó versenyzők, és a nézőknek általában, hogy aki csak a verseny hétvégét néz, és az jön le, hogy valamiért 18., 19., hát nem tud motorozni, pedig azért ennél egy motorsport jóval összetettebb, és szeretném így ezeket a témákat majd egy kicsit feszengetni, hogy vajon miért lehet az, hogy mondjuk valaki megnyert az első futamot, utána meg az utolsó pozícióért is küzdenie kell. Hát reméljük, hogy hamarosan veled kapcsolatban majd azt írhatjuk le, hogy világbajnoki címet szereztél, és a nézők, hallgatók majd találkozhatnak Sebestyén Péter az Autosport és Formula magazin MotoGP podcastjében. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy jöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Alig 3 héttel a Salgó Rally után már a meccsekben csapott össze a hazai rally bajnokság mezőnye. A klasszikus baranyai pályákon rendezték a szezon 4. első osztályú futamát. A program a 18 kilométeres Pécsváraddal rajtolt péntek este 9 órás kezdéssel, sötétben a jégeső és az ivatar után vizes körülmények között. Ezt a szakaszt a regnáló WRC 2-es világbajnok Mats Özberg kezdte a legjobban, megelőzve a lengyel Grzibet, illetve a magyar bajnoki lista vezető Hadik Andrást. Az élmezőnyből 2 viszont már itt hibáztak. Turán Frigyes és Klaus Kristóf is lecsúszott kicsit az útról, így bár folytatni tudták a versenyt, de bő 20 másodperccel lemaradtak ezen a szakaszon.
Szombaton három pálya várt a mezőnyre három körben, de Özberget nem lehetett legyőzni. A világbajnokot a korábbiakkal ellentétben ezúttal nem hátráltatta sem balszerencse, sem technikai probléma, így harmadik próbálkozásra már megszerezte első magyarországi futamgyőzelmét. A norvég pilóta azt mondta, hogy minden szempontból ez volt a legjobb itteni futam, amin részt vett. Végül fél perccel nőtt a többiek fölé, nem férhetett kétség a sikeréhez. A második helyre az előző két versenyhez hasonlóan ismét Hadik jött be, akinek ez tökéletes eredménye a bajnokság szempontjából. A miskolci pilóta az eddigi négy futam mindegyikén befért a legjobb kettő közé, úgyhogy tetemes előnyt épített fel a tabellán, a szezon felén túl egyértelműen ő a fő esélyes az évvégi elsőségre. Az ezüstéremért most Grzybet győzte le, az utolsó körben tudta megelőzni riválisát, aki így is a dobogóra hozta be a Top Cars Skodáját. Az előző futamot megnyerő Csomós Miklós ezúttal pont nélkül maradt, mert az első szombati szakaszon hibázott és kénytelen volt kiállni, míg Turán hiába zárkózott a pénteki hibája után, szombaton ismét rontott és a fák között ért véget számára a verseny. Az ő esélyei ezzel elszálltak arra, hogy idén megszerezze a hőnál hitott bajnoki címet. A futam slágere volt Bútor Róbert és a Citroën C3 VRC, hiszen Magyarországon eddig ilyen autót még nem láttunk. A közönség kedvenc igyekezett vele látványosan és gyorsan autózni, így végül Özberg mögött második leggyorsabbként ért célba, de a szabályok miatt ő nem kaphat pontot az ORB értékelésben, ráadásul egyébként is leadta a menetlevelét, hogy az ORC-ben se vegyen el pontot senkitől. Szerintem ez egy jó kis verseny volt, tetszett az egész légköre, ez a szép város, és a szakaszok is kiválóak voltak, mindegyiket élveztem, leszámítva talán az elsőt, ami egy kicsit bonyodalmas volt, de biztos, hogy azt követően imádtuk a versenyt a gyors és technikás szakaszaival, keményen harcoltunk végig, és végre győzni tudtunk Magyarországon. Minden rendben van, ugye másodikak lettünk ezen a versenyen, ugye középső kör után visszacsúsztunk a harmadik helyre, mert nem jó gumitaktikán voltunk, illetve két pultkerékkel mentünk a középső körbe, ott hátra csúsztunk egy kicsit, de itt az utolsó körbe sikerült orvosolni ezt a problémát, és visszajöttünk a második helyre, úgyhogy alapvetően örülünk, vezetjük a bajnokságot, úgyhogy minden rendben. Hát egy űrbe voltunk már az utolsó kör előtt, előttünk is sokan voltak, mögöttünk is, nem siettünk igazából már sehova. Ugye az utolsó gyors előtt Frici beesett, úgymond megörököltük a negyedik helyét. Örülünk ennek, mert tényleg ebben a mezőnyben szerintem nagyon jó a negyedik hely. Azt kell megnéznünk, hogy az ilyen mezőnytől vagy gyorsonként elmaradtunk, szinte mindig nem bírtunk úgy egy gyorson sem olyan kimagaslóbbat menni. Ezt ki kell elemeznünk, nagyjából már ugye fejemben van a problémának az oka. Ezt majd kiküszöböljük a következő versenyre, hogy megpróbáljuk. Szerettünk volna most már felállni a dobogóra, sajnos ez látszott szerintem az első gyors, illetve első kör után, hogy erre nagy esélyünk nem maradt, és tényleg próbáltuk visszaküzdeni magunkat talán az első ötbe. Kihasználhattuk itt a többiek hibáit, és ennek köszönhetően is nyilván itt vagyunk újra az első öt versenyző között, ami azt gondolom Magyarországon elég jó eredménynek számít. A bajnokság folytatásaként szombaton székesfehérvári, vasárnap pedig veszprémi központtal rendezték meg az idei hazai rali szezon egyetlen murvás futamát. A kőkemény, sziklákkal teletűzdelt pályákat itt-ott mindkét nap során sarassá tette a megérkező eső, ami plusz feladatot jelentett a mezőnynek. A versenyt Turán Frigyes kezdte a legjobban, aki megnyerte az első gyorsaságit, ám a következő kettőn már Csomós Miklós volt a leggyorsabb, így ők csatáztak az első helyért. A negyedik szakaszon azonban Turán hibázott, a rajt után nem sokkal lecsúszott a pályáról, és bár tovább tudott menni, de annyira megsérült a Volkswagen, hogy egy percet veszített. Az ezt a pályát is megnyerő Csomós így akkor előnnyel találta magát az élen, hogy vasárnap már nem is kellett nagyon sietnie. Ettől függetlenül az öt szakaszból hármat ekkor is megnyert, és végül magabiztos, közel másfél perces előnnyel aratta idei második győzelmét. A fiatal pilóta ezzel a címvédő és listavezető Hadik András fő kihívójává lépett elő. A két versenyzőt alig néhány pont választja el egymástól két futammal a vége előtt. Hadik ugyanis a verseny utolsó gyorsaságián hibázott és óriási balesetet szenvedett. A miskolci pilóta a második helyen haladt és ezt a pozícióját nem is veszélyeztette senki, de nagyjából két kilométerrel a cél előtt egy tempós balkanyarban lesodródott az útról és eltalált egy fát. Az autó csúnyán összetört, de szerencsére Hadik és navigátora
különösebb sérülés nélkül szállt ki a Fordból. A második helyet így Túrán szerezte meg, a dobogó alsó fokára pedig Klaus Kristóf állhatott fel, aki az évad kezdete óta várt rá, hogy az első három közé férkőzzön. A Székesfehérvár-Veszprém rally leggyorsabb párosát egyébként Bútor Róbert és Tagai Róbert alkotta, de a Citroen C3 VRC-t nem értékelik a magyar bajnokságban, így az eredményük nem számított bele a bajnoki sorrendbe. A bajnokság augusztus legvégén a Mór központú Vértes rallival folytatódik. Megmondom őszintén, erre mi sem számítottunk. Természetesen mindig úgy jövünk el, hogy a lehető legelőrébb végezni, de mi próbáljuk a realitás talaján maradni. Valahogy előtöttünk húzni egy olyan dolgot, amit még mi sem értünk, hogy miért, de egyszerűen magabiztosak voltunk végig a két napon keresztül, végig jól taktikáztunk, jól gumiztunk, minden megfelelő volt, az autó nagyon jó volt, Attila nagyon jól tette a dolgát, átbeszéltük a krízes pontokat, és egyszerűen a rajttól kezdve folyamatosan tudtunk gyorsan menni, és ez látszott az időkből. Most 9 vagy 10 szakaszból, nem tudom mennyiből, de 6-7-et biztosan megnyertük, tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és ami még nagyon fontosabb, hogy elvileg 40 pontot vittünk haza a maximálisat, és az évben kétszer nyertünk már. Az első két gyorsaság után már fel tudtunk jönni a harmadik helyre, és igazából mi úgy is számoltunk, hogy így a harmadik helyen fogunk célba érni. Sajnos az Andris itt elesett az utolsó pár kilométerbe a Power Stage-en. Nagyon sajnáljuk, mert ő is nagyon jó tempót tudott menni. Így most a második helyre sikerült bejönni, ami azt gondolom, hogy egy szép eredmény. Még a Power Stage-et nem nagyon tudjuk, hogy most gondolom az előző gyorsasági lesz a Power Stage, ahol így a második hely jöttünk be, hogy az Andris nincs. Szerintem kiosztuk ebből a napból, amit lehetett. Tegnap azért jobban indult, de a mixék nagyon gyorsak voltak, úgyhogy gratulálok nekik. Helyenként azért volt egy kicsit szomorkásabb hangulatunk, mert nem úgy jöttek a szakasz eredmények, ahogy szerettük volna. Azt látni kell, hogy az autóval még sokat kell foglalkoznunk, illetve magunkkal is. Az eső eléggé megnehezített a dolgunkat. Azt kell látni, hogy itt a zártabb mintázatú abroncsot tudtuk csak használni, és azt gondolom, hogy itt a saras szakaszokon elég sok benn maradt. Önbizalmat is vesztettünk etéren, illetve nem nagyon találtam meg a kanyarodások ritmusát sem, úgyhogy abszolút az én hibám is volt, és szeretnénk, hogyha ez fejlődne, és a következő murvás versenyeken jobban beletalálnánk. A rovat támogatója a Formula Podcast. Június első hétvégéjén tartották a Go-Kart Talent Cup harmadik fordulóját Visontán. A Black Star Speedway pálya egy rendkívül technikás pálya, amelynek kanyargós vonalvezetései színkülönbségei rendesen próbára teszik a versenyzőket. E-Bombini kategóriában 8 versenyző állt rajthoz. A mezőny most is kisebb csoportokra bomlott, így nem csak az első helyért láthattunk nagy versenyeket. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, hiszen versenyezve előzések és védekezések során tanulnak a legtöbbet a fiatal tehetségek. Szenzációs, hogy a döntőben újra megismétlődött az, ami az előző fordulón is. A harmadik Zsigmond Ákos és a negyedik Derzsi Patrik között csupán 1/1000 másodperc volt a különbség a leintést követően. Az első helyért is kivételes meccset láthattunk Kapitány Dávid és Vados Marcel között. Mindkét futamon szinte egyszerre szelték át a célvonalat. Easy 60 kategóriában 9 gyerek indult, akik közül Pető Olivér és Filip Táncos remekelt, akik közül az utóbbi jött ki a hétvége győzteseként. A harmadik helyre is 3 esélyes volt, akiket mindkét futamban tizedek választottak el. Összességében büszkék vagyunk a versenyzőinkre, hiszen mindenki versenyről versenyre komoly fejlődésen megy keresztül. A köridők javulnak, a versenyek egyre kiélezettebbek. Izgatottan várjuk a következő fordulót, amely Kecskeméten lesz megrendezve július 16-án és 17-én. Műsorunkat támogatta Kelet Trans 2000, Oxygen SMD, Middle Course, Green Plan, Fülixáj, Aqua Profit, Construct X.